Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 18-án. Az első kérdés az lenne, hogy mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai és tervei. Erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. És ehhez jön most egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Ez a kártya megadja rá a választ. Ő kezébe veszi a dolgokat, és indít egy új utat. Itt a tűz eleme jelenti az ő lelkesedését, jelenti azt is, hogy ő közeledni szeretne hozzátok nagy lelkesedéssel és szenvedélyekkel. Ez az ő terve. A második kérdés az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. A választ mutatja itt ez a kép. Itt vidámságról van szó. Ő most vidám, vagy szeretné élvezni az életet, vagy tervez valamit, ahol ti meghívást kaptok. Az lehet egy ünnepség, egy rendezvény, vagy egy családi összejövetel. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. A választ megadja ez a kártya. Itt van egy útkereszteződés. És itt sors utakról van szó. Az lehet, hogy ő tudatában van azzal, hogy a ti sors utatok itt kereszteződött, és van köztetek egy kármikus kapcsolat, ezt közli is veletek, vagy ő érkezett meg az ő élet útján ehhez a kereszteződéshez, és itt kell, hogy döntéseket hozzon, hogyan tovább, előre, vagy hátra, vagy balra, vagy jobbra. Előfordulhat az is, hogy ez a kártya szimbolizálja a ti életutatokat, és ti hoztok most döntéseket, és ebben segít nektek, vagy erről szeretne beszélni. Hogyan tovább kettőtök között. A napi kártya, ez a csokis kártya, azt jelenti, legyetek ébredtek, figyeljétek az eseményeket, mi fog történni a következő napokban. Ez a hármas szám arra utalhat, hogy valaki figyeli az eseményeket, és a nyolcas szám pedig arra, hogy van egy kis húzavona, de fontos, hogy itt döntések legyenek, egy útirány, ez a terve is közeledik hozzátok, és figyeljétek így az eseményeket, jelenti ez a csokis kártya itt középen. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom,
egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!